Gellért, Dávid becsatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívás és gameplay sorozat következő csodálatos részével, és a Challengerrel el kellene mennünk, hogy azzal a Dollyval tudják mit kezdeni. Hagyjárekek, beoltam a darabjába, oda nézzetek, milyen monitorunk van nekünk, úristen, valóri. Hát ez egy tiszta íze, hol jár a kicsike. Ez nagyon high-tech, nem? Meg mi ez a nagy üveg, ami nagyon jól néz ki. Na, figyeljetek, beortam a négy darab... Mi nevezik-et? Palettát, minden tyúkolvát, a tököm elsült tőle egyébként. Komolyan mondom, hát a legrosszabb dolog az, hogy azt be kell hordani. Komolyan, gameplay-en kívül csinálom ugye, Vaderhegyit, el kell kézzel rendezgetned, szépen benne legyen a izébe, körbe. Hát van egy olyan hosszú egyébként, mint hogyha majdnem egy gameplayt végig futtatnánk. Itt meg a Keeper elcseszte az utolsó részben egyébként, hamutartó írta, hogy mi volt ez, ne valaki, mint hogyha rám durád volna. Mi a franc? Izébe multiba indítottam a game match? Hogy volna ez? Szörnyű volt egyébként. Ez a paletta pakolás nem szereti a Keeper, de utálja. Nagyon gyorsan van. Azt a betyár, valami betöltődött, ugye? A Dollyt ki kéne rántani a lóla, mert különben nem tudok alájárni, és nem tudok semmit csinálni. Elég helyünk van? És azt akartam mondani, elég helyünk van? De hát igazából csinál magának, nem? Csinál magának a verda. Na, a Dollyt nem mondod, hogy átmentünk a izen? Láttad ezt, öcsém? Focsiga. Mi az, mik ezek a lock spike-ok? Nem volt ez mindig ilyen? Hát mi történik itt? Mi folyik egy gyöngyösebb? Jó, oké, várjátok, ez egy kicsit ide félre húzza a Keeper. Ezt a Dollyt, ezt itt le is csapja magáról, aztán majd megyünk visszám, de most egy kicsit... Szerintem bekapcsoltam a lámpát, vagy mit? Aha, bekapcsoltam a lámpát. Jó, gyerekek, milyen furcsa, hogy belső részletben vagyunk ebben a gameplay sorozatban, hát megőrülök. Na, még vannak ám olyan tyúkolak, amelyikben ugye nincsen elég anyag. Silóban nekünk van eltárolva, nem is tudom, hol hagytuk abba, gyerekek, várjatok egy pillantásra. Van árpa, néz a 700 liter, azzal nem megyünk sokra, úgyhogy azt kellene csinálni, hogy le kéne aratni még itt ezeket a dolgokat. Figyeljetek, csapjunk bele lecsóba, de nagyon durván, én úgy gondolom. Jó pörgős gameplayt veressünk neki, ez ugye, figyelj, nem a földek, nem adunk el, nem veszünk semmit. Nőmész innen el. Ja. Igen, és akkor aratási projekt indul, instant mennyi neki, barátom. Nem kell üríteni, nyugodjál meg. Mi meg a csodálatos KPM-es cross-zarbálunk ez alá, és egy picit bele kell pörgetnem az időbe, hogy érjen be az egész terület. Igaz, hogy addig ugye valószínűleg elkezd nyőni. Egyébként nézzétek már, hallod? Hidralik a csövek, minden bekötődik. Meg a pneumatika. Pneumatika? Minek a pneumatika? Mert légfékes általában. Bár aztán, ja, hát légfék. Légfékkel üzemölnek ezek a verdák. Gyerekek, ide félreállok. Pörgetünk egy nagyon icipici házikó, benne egy icipici... Hogy van az? Icipici encsilány. Jó, pörgetünk egy meddig, egy 15 óráig, mert még máma végezni is kell, meg jó lenne egyébként, nem nagyon érne az tovább. Ja, bondát, egy csomó mindent írtatok, hogy igazából... Mármint a büntetésre gondolok, az előző részben tudod, hogy egyáltalán volt, hogy büntetés kapott a Keeper. Írtátok, hogy hagyd a francba, engedd el. Valaki azt írta, hogy fizessél 100 ezeret, valaki azt írta, fizessél 50 ezeret, valaki azt írta 5000 euró. Meg is vagyunk az időpörgetés tökéletes dologgal. Jó, kellene csinálni addig gyerekek más, nem? Figyeljetek, igazából nekiállhatnánk vetni. Itt is kéne például vetni, meg ugye a másik földön is kéne vetni. Szerintem itt ezt már húzkodhatja össze-vissza, csinálhatja szépen a melót, úgyis először vissza fog fordulni. Ja, meg nem, várjál már, először izélni kell. Hol van az ekém? Elhoztam én az ekét magammal? És azt nem, tényleg nem tudom, bocsász, hogy hol van az eke, itt van bennem, aha. Ugye össze kéne szántani a területeket, addig mit akarok csinálni? Ja, látjátok, hogy beérett már ott a gabona, úgyhogy ez nem nagyon örül neki a Keeper. Az mi is volt nekem? Várjál ma. Szóljabom, nem? Nem szóljabom. Most kivételesen nem, repci. Repcét vetettünk, és azt is fogjuk tovább okosba. Egyébként látjátok, milyen széleset húz most látni egyébként. Figyeljünk a izére egyébként a kombányra, mert ugye ott bele fog keveredni valószínűleg, ezt össze kellene szántani. Oda nézzetek, egy húzással milyen széleset izét elvetettünk. Ah, de nézze, micsoda csodálatos dolgok lesznek itt, meg ugye mehettünk tovább, majd csak el kéne menni ugye a
Az ekér, hát ezzel a géppel, mert ugye a KC-ját azt eladtuk a francba. A, hú, gyerekek, pörgés van, nem tud olyan gyorsan menni ez a gép, mint amilyen gyorsan akar a keeper tevékenykedni. A, el kellene vetni a másik földön, és ugye ki kellene rakni az gépeket, csak egyelőre még ezt csináljuk szerintem, legyen összeszámva, aztán tudja mit is elindítani a vetést. Egyébként nézegettem, képzeljétek, még tervetező repülőgépeket is, ami tök fajn lenne, attól félek egyébként, hogyha a map széléhez érek, lehet, hogy ugye nem tudnék tovább menni, ezt lepattannék róla, az meg elég érdekes lenne. Egyébként van ilyen, komolyan van olyan permetező repülőgép, lehet, hogy jobb lenne az irányítása, mint ennek a helikopternek. Hoppa, mindig elszámolom itt a dolgokat, hogy itt ez kicsit szélesebb, mint így az átlag, nagy átlag. Ez mi ez itt, gyereke? Itt a vas hulladék van, gyereke. Egyébként, hogyha ki akarsz cseszni valakivel, tudod, hogy cseszék itt? Hogyha, hát tudod, hogy hol lakik. Gyerekek, de hogyha véletlen valaki rám merik üldeni őket, megőrülök. Rakjátok ki hirdetésbe, marketplace-be, hogy ingyen most elvihető itt, meg itt. Ekkor lehet jönni érte, gyerekek. A kocsi karaván, az utánfutós karaván ott lesz, a ide, kígyózik majd az egész utcára. Így lehet kicseszni nagyon, hogyha akarsz valakivel. Apa! Jó, hát ez nem volt egy tökéletes mozdanat. Egyébként itt azt hiszem, hogy itt még valamennyi az ennyi, miénk is, úgy akkor lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy én akkor ezt még leszántom addig. Úgy se tudja tovább ugye szántani, ameddig már nem az ennyi, érted. Úgyhogy itt ezt gyorsan még itt a keeper megejti. Elvileg bekapcsoltam a területek létrehozását, látod? Mert itt még az enyém. És akkor elszántanánk addig. Gyerekek, mindent elszántunk, halljátok, úgy bizsgálni, mint a valóságba, hogy minden is a miénk lesz. Oké. Gyerekek, menet közbe kapom ki már az elkét. Annyira bennem van a 30 imától 22-es sorozatnak az emlékei, ezért is van az, hogy belső nézetben váltottam kapásból. Na itt nem tudom, hogy meddig fogom tudni húzni, de hát figyeljetek. Addig, amíg az enyém, addig húzzuk, mert igazából minden zsák gabona nekünk számít, mert minden egyes tallér szükségeltetik ahhoz, hogy... Ja, egyébként, na akkor egy átlagot vonjunk, 100 000-től 5 000-ig volt a büntetésnek a ideje, a vasúti átkelős büntetésnek a ideje, az összege, és úgy gondolom, hogy akkor így mindig egy ilyen átlagot szoktam vonni. Kolompár Démon Hill azt mondta, hogy nem is tudom, 10 év letöltendő, de lehet, hogy addig fog menni ez a sorozat, úgyhogy... Valaki írta egyébként, meg néhányan írtátok, hogy miért nincsen minden nap ez a sorozat. Hát ugye beindult a Farming Simulator 22, és úgy gondolom, hogy hétköznap, főleg ilyen suli időszakban, meg ugye ilyen időszakban nem biztos, hogy a gyerekek itt elég sokáig a hal is hozzáférésed ez a földhöz. De látod? Így akkor most már legalább szépen beszantjuk addig, ameddig köl. Látod? Milyen jó, de nézze. Sodálatos, látod? És akkor ott látni, hogy ott még... Eddig el tudom húzni. Gyerekek, hallod, ezt komolyan mondom, ekkora burzsúi kizé nem lehetek már, vagy ekkora fillér. Tudjátok, hogy mit csináló. Ó, jó van, ott egy kicsit túlmentünk, nem szom. De egyébként a szélén még van egy kis hely, gyerekek. Jó van, oké, már azt nem fogom beszántani. Igen. Itt meg ugye le is rakhatom, mert úgyis úgyse fogja tudni, hogy onnan húzni, csak oda így, hát látod? Ilyen az, amikor pörög a keeper, mint az istennyire. Gyerekek, ez a challenger azért elhúzza ezt ezekét. Nagy nehezen, nagy duszogva, nagyon kis finoman elrángatja. Igaz, nagyon nem olyan nagy sebességed azért el van vele, nem? Csodálatos egyébként, ez a csali, ez nagyon tetszik nekem ez a challenger. Gyorsan, ja, 50 000-et mindjárt le is vonok, gyerekek, ne fogom felejteni, ezt akkor is, de nézsen ki fogok kapni, hogy tényleg semennyit nem vonok le belőle. Várj, hol a mínusz? Mínusz 50, 5000, 50 000, jó? Ja? Miért 58-at von le, hagyjátok? Ez mi, járulékos költség? Mi az? Adó? Vagy mi volt ez? Elvitte a bank, látjátok, 50 000-et ütöttem be, azt tekezi 58 000. Most őszintén, mi volt ez? Ezt többször is észrevettem, hogy ezt csinálja, hogy beütsz X összeget, azt nem annyit von le, hanem sokkal többet. Azért úgy egy baba, nem? Egyébként attól félek, hogy ott azt már megvan csinálva, nem hogy az legyen, hogy itt ezt lekultiválja újra. Hát de aztán, hogyha lekultiválja, mi van gyerekek? Purzsúlyak vagyunk nagyon. Tele vagyunk, mint a győri busz. Ezt felénk szokták mondani, nem tudom, ti ismeritek ezt a mondást? Hogy ez csak ilyen zolai, egerszegi, zalamegyei szleg, tele van, mint a győri busz. Na, adjan neki-e!
Itt a leengedi a keeper, vágyom, hagyjuk is neki, várjátok egy kicsit. Tolatok az ekével azért. Ezért megint úgy kikapok a csém, nem tisztitek el ennyire. De itt is meg kéne nézni, hogy meddig tudom kiúzni, aztán addig lehúzom ott is a szélét, hogy akkor legyen összeszámba szépbe a kettő, nem? Jó, lenne jobban ma... Várjál már, he, combine! Látod, látod? Látod, látod a hülyeség? Várjátok, ezt lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy itt ezeket a maradékokat mit művelheti testvére, ezeket gyorsan végigfutom. Valaki írta, hogy vannak egyébként ilyen nagyon negatív emberek, azt észrevettem a komment szekcióba. Van olyan, aki mindig negatívodé. Komolyan, komolyan, esküszöm. És ez nem tudom miért vált, jó, mert biztos, hogy van negatív dolog az én gameplay-emben, mármint hogy a játék stílusomban biztos lehet kivetni valót találni, de van olyan, aki egyébként azt vettem észre, hogy ő mindig negatívat ír. Van néhány olyan ember, hogy igazából mindig, hát igazából mondjuk nem rossz, mert kritikát ír. Ő mondta, hogy hát még ennyi műveletet se tudsz egyszerre elvégezni, akkor miért akarok marhákat tartani? Hát aztán mi van, akkor nem tudom elvégezni. Érted? Például az állattartás, ez pont olyan dolog, ugye, hogy előre dolgozol, betermeled a dolgokat, és akkor az meg hozza a pénzt. Mert pont az a poén szerintem. Tudom, hogy a marhákkal több dolog van, csomó mindent kell megcsinálni, de igazából, hogyha lesz elég kaja nekik, ugye bunkersilóban betermelünk iszonyat mennyiségű kaját, akkor ugye mindent megadunk nekik, mindenből lesz egy csomó, akkor csak nekik kell adnom, és elhordom a tejet. Az állattartás az egy kifejezetten olyan dolog, ugye, hogy abban pénzt fektetsz, és akkor utána nem kell vele nagyon foglalkoznod. Hát valamennyit kell, de mindig akkor hoz pénzt, amikor nem foglalkozik, amikor pörgeted konkrétan az időt. Hát látod itt az tikokkal is kell egy csomót foglalkozni, meg egy csomó pénzt beleöltünk, meg minden, de tök jó, mert igazából abból jön a nagy pénzük, ha megfigyeled. Egyébként esélyes, hogy jókat is akarok tartani, ugye nem is tudom, 20 darab ólunk van le, 32-re van módosítva, ugye elvileg 10-et lehet egy mapon, már itt Farming Simulator 19-re elvileg nem bír többet az engine. És aztán pont ez a negatív ember írta azt is, hogy ha minek akarsz, tehát 10-nél több tyúkvólat nem fogja bírni az engine. Hát bírja egyébként, eddig egy darab crash-em nem volt azóta, ami ott a több tyúkvólam van, mint amennyit elvileg bír az engine. Ugye oké, hogy az engine-nek van egy határa, lehet, hogy a memóriakezelés, vagy akármilyen dolog miatt nem ideális, hogy sok tyúkólat raksz le, vagy sok tyúkólat, és azért van meghatározva 10-be. De ugye, amikor kijött például a Farming Simulator 19, azt hiszem 18-ban jött ki, ugye mindig egy évvel talán előbbre írják, akkor azért, hogy mondjam, ugye akkor azért valamilyen szinten hozzá kellett igazítani az akkori gépigényekhez, nem mint hogy sokkal jobb gépem lenne, mint akkor, de akkoriban ugye akkor sokkal, sok embernek kisebb gépe volt, és van ugye a grafikai beállítás, amivel ugye tudod módosítani konkrétan a grafikát, de ha belegondolsz, a grafikát tudod módosítani, de a háttérben futó folyamatoknak a rendszer igényét, mint például, hogy az állatoknak hogy ki kell számolnia ugye mindent, hogy működnek, hogy termelnek, hogy esznek, hogy mindent, azt ugye nem tudod állítani. A grafikát tudod egy játékba állítani, azt viszont nem tudod állítani, hogy mondjuk a Farming Simulatorban nem tudod állítani konkrétan a fizikát, mert a fizika az pontosan, hogyha minimumra állítod a grafikát, akkor is ugyanannyira zabálja a háttérben lévő számítási folyamatot, ugyanannyira terheli, mint hogyha maxra rakod a grafikát. Érted, hogy mire gondolok? És emiatt, lehet, hogy leürítünk gyerekek, azt megindítjuk erre, látod? Ezt gondolt a keeper egyébként ki. Várja, hát akkor hozzuk a Verdát, és akkor mehetünk is ám a tyúkokhoz, majd visszük szépbe. Végre, büntetést levontam, jó van gyerekek, szuper minden. Ő ugye most a tyúkokat ellátjuk mindenképpen, aztán utána meg veretjük neki. Na, arra akartam kiukadni, hogy oké, hogy lehet konfigurálni a grafikát egy játékban, mondjuk a Farming Simulator 19-ben, de a háttérben futó számításokat nem tudod. És emiatt a gyengébb géppel rendelkezők miatt kellett valamilyen limitációt berakni, hogy 10 tyúkon lehessen. Elképzelhető, hogyha mondjuk 10 év múlva egy gépre felrakod, akkor 100 tyúkolat is, meg 100 olat is el fog bírni az engine, mert igazából akkor már olyan számítási kapacitása lesz a számítógépeknek, hogy
hogy bármennyit elbír. Csak érted, hogy mire akarok kiukadni talán. Hogy grafikát tudsz állítani, izét nem tudsz állítani, hogy a háttérben milyen számítási igénye van például a Farming Simulatornak. Nem grafikai, hanem számítási igénye. Na, gyerekek. Ez a Kronos egyébként nagyon adja, imádja a Keeper. Ez meg csukjad be szépen a kis dolgodat, aztán adja neki sanyi mennyél, veresed. Mint a veresegyházi, akkor meg még nekünk most a szántással kéne foglalkozni, mert itt már megtörtént a dolog. Na, nem fölemelni, mert még itt megnézzük, meddig tudjuk húzni. Na, erre beszéltem testvéreim az úrba, látod? Hogy itten még vannak olyan lehetőségek, ami mi nincs hozzáférésem, ne zavarjál engem ilyen eszel, nincs hozzáférésem. Nem számít a képörnek, mindent is elszállt, még a szomszédét is, még az utat is, még az aszfaltot, utat is fölszálltok. De egyébként nem gond, nem azt mondom, hogy nem gond, hogy nyugodtan írjon valaki negatív kritikát, csak reagálni próbálok rá, érted? Hogy... Ez érdekes, hogy ott azt meg még jobban kiebengette. Hát, furcsa dolog volt neki. Na, igen, és igen, és igen, elbírja több ólat. Lehet, hogy 50-et már nem bírna el, lehet, hogy már 40-et nem bírna el, de talán bízok benne, hogy a 30. Öcsém, mi volt itt a kriptonit valami? Valaminek neki ment. Ah, ja, vége a mapnak. De erről beszéltem egyébként, hogy repülőt azért nem merek belerakni, mert esélyes, hogy nekimész a map szélének, azt vége a bulinak. És komolyan, len van a izém? Len van az ekém? Esküszöm, hogy nyomtam egy V-t. Mi a szar történt? Ilyenkor kell azt mondani, hogy lagol a game! Cségóba, mi? Hát azért haltam meg, mert lagoltam. Meg a billentyűzetem odébb csúszott az egér alá, bekerült valami szasz. Régen volt olyan kifogás is, hogy a golyós egérnek ki kéne pucolnom a izé golyóját. Gyerekek, ki az, aki pucolt izé golyós egér golyót? Na, úristen, miért beszélek ilyen sokat egyébként? Nem tudom, nem kell volna megint kávét inni. Én mindig megfogadom aztán közben, hogy mi történik, látjátok, ilyen izé fönnforgások vannak. Na, itt egy kicsit el kéne férni mellette, bedobatja a Keeper oda, jó. Tovább már nem akarok ilyen menni, mert már az úgy érzem, hogy fölösleges lenne. Még itt a fák vannak, meg minden. Nézzük, most fordul a kombány, nagyon nézi egy... Ja nem, maradt mind az istennyil a gyerekek. Oké, okay. Nagyon-nagyon cool. Mint szerintem valahogy így van a földszéle? Aha, nem. Ja, elég érdekes, hogy itt ez így van, ott meg úgy van, ott meg amúgy van. Nem, mindegy. Nem tud összehozni a kettőt, mert nem ugyanodáig tartanak. Ugye most, amit szántok, nehogy meg valaki megorroljon rá, ez az én területem. Tehát az én területem csak nincs felszántva. Érted, hogy mire gondolok? Ugye nem tudsz felszántani olyan területet, ami nem a tiéd. Hiába van például, berakod ezt a... objektet lerakhatsz akárhova módon, akkor se ezt nem tudod megcsinálni. Szóval ez semmiképp objektet tudsz lerakni, de területet nem tudsz létrehozni olyan helyen, ahol... legalábbis lehet, hogy van olyan mód, de nekem nincs olyan benne. Szóval ezek az én területeim, hogyha megnézed a mapon földekni, akkor látod, hogy összeérnek egy vonal, van az meg ugye azért van, csak... az olyan, mint hogyha együtt lenne a kettő. Most már, mert egymás mellett lévőt megvett a kép, oh! Oh yeah! Nya! Hát itt meg mit művelté? Ugye gyerek? De tényleg, itt mit művelte? Itt ezt akarom még egy kicsit itt leszántani, hogy minél jobban ugye, hogyha éppen a gép neki ütközik, akkor az legyen jó széles vágó szélességgel, vagy munkaszélességgel dolgozik, akkor ugye a gép az szépen el tud itten osonni, szóval nem fog lepattani ennek a svőrnek a sarkán, hogy hosszába dolgozunk. Azért itt próbálkozik a Keeper, hogy kiszélesítse. Tudod, mert jön a Challenger, és akkor ugye, hogy a gép előtt konkrétan nincsen semmi akadály, akkor szépen végig fog ő sluttyadni, de hogyha a gép neki ütközik, akkor ugye baj van. Úgyhogy ezért itt gondolja a Keeper, hogy ezt meg kell csinálni. Nézzük, közben ezerre nézem a izét, kombányt. Úgyhogy... Ja, valaki kérdezte azt is, felvetette, hogy a kommentekre reagálok. Valaki mondta egyébként, hogy ne foglalkozzak velük, én nem tudom ezt így elengedni, és nem csak a negatív kommentekre akarok reagálni, hanem így megpróbálom nem magyarázni az egyes bizonyítványt, hanem el akarom mondani, hogy mégis mi a szitu. Valaki mondta, hogy miért nem kormánnyal játszom a Farming Simulator 19 sorozatunkat, ez gyerekek, ez egy ilyen őrült borzalom, úgyhogy ezt nem nagyon lenne érdemes, én úgy gondolom, kormánnyal játszani, mert Gábi, pattogunk ide-oda a gépek között. Ha itt van a végé... Ó, gyerekek, érdekes. Ó, te figyelj, hallod. Jó van, bazzi.
itt még egyszer látom, hogy egy csíkot le tudok húzni, azt jó lesz az. És akkor látjátok, hogy majdnem összeért a kettő föld. Hát tökéletesen nem, de azért nem olyan rossz. Ja, hát most képzeld el, kormánya kéne ezt játszanom, hát ez egy vadállat lenne. Ugye itt tényleg azért pörgés van. Ez nem egy szimulátor jellegű dolog. Itt szerintem még egy csike megy, látod? Úgy erre gondolt a keeper. Így, né, oda nézé, bátyja. Látod, azért most így megoldottuk, hogy érted, hogy konkrétan majdnem végig tud menni rajta egy gép. Arra kell figyelni, hogy ha túllóg ugye a vető, de a gép az nem okoz akadályt, akkor szépen neki fogja vinni a fáknak. Úgyhogy ezeket a fákat lehet, hogy dorálni kell. Na gyerekek, most az összeszántást azt így el lehet felejteni, mert én úgy gondolom. Egyébként az meg miért nem akar növekedni ennek a kapacitás? Mit csinál ő egyébként? Ezért mondom, azért komolyan mond. Ha azt figyelem, hogy az még mindig meg 3%-on van negyed órája, hallod? Hát mondom, mit csinálsz testvérem az urbát? Itt ezt le kell csapnom, azt a sarkot, azt megindítanom. Na, ezért nem szeretem az ilyen földeket, mert te megvadulsz tőle, gyerekek. Megvadulsz tőle. Jó. Most mit akartam mondani? Ja, én, igen. Ezért nem nyomom én izével kormánya ezt a sorozatot, mert itt nem lenne létjogosultsága. Igazából többet akadályozna, mint használna. Ez egy egész más sorozat. Én úgy gondolom, hogy itt tök jó, hogy van egy nagyon szimulátor jelleg, meg van egy nagyon pörgős, hát nem is tudom, ilyen speedrun-szerű, ilyen speedrun, meg tutorial, meg minden így egybe, úgy gondolom, hogy nem is speedrun, hanem ez egy ilyen tipikál, ilyen őrület, érted? Na, figyelj, itt, hogyha megindítom elvileg, akkor ugye fölmegy, azt lemegy, minden jó lesz. Na, figyeljetek, milyen más... Ó, és jó, mert egy szögletes. Egyébként ezért mondtam, hogy itt lehet, hogy azt kellett volna csinálni, hogy csinálok bele egy szögletes földet, meg itt elvágom, mert látod, itt bonyolódik bele a dolgozó. Nyomunk egy játékmentését, többet nem pörgetünk az időbe, most kellene ugye Challenger téma nekünk. Hol van Challenger? Jó, ugye mentünk befelé. Itt már olyan távolságok vannak egy földön belül, gyerekek, hogy megállnak a gépek, eltabolsz róla. Ez tök brutál. Ja, erre nincs szükségünk, erre nagyon nem lesz szükségünk szerintem. Itt meg kell venni egyébként az összes földet. Ezeket a nagyokat ugye az a terv, minél gyorsabban, és minél nagyobb hasznot kell majd termelnünk gabonából. Ugye tényleg csinálhatnám azt, felvetődött bennem is, meg jó pár emberben, hogy az összesít vessem el búzába, aztán akkor itt a tyúkoknak lesz millió búza, és pörgeted az időt, jön a pénz, Isten áldjon, érted? Más se kell csinálni, folyamatos pörgeted az időt, meg hordod a tojást, mit te, héten keresztül, és fölmennénk, akkor érted, akár ilyen, szerintem ilyen 100 millió környékére, nem tudom, ilyen 5 rész alatt. De hát igazából nem akarom elkapkodni se, nem akarom elkapkodni. Még egy csomó mindent akarok csinálni, akkor tényleg legyen egy olyan, hogy végig játszottuk a Farming Simulator 19-et, érte. Hogy minden opciót, mindenféle állatot tartsunk, mindent csináljunk, és ezért így gondoltam, hogy ez így kell, hogy legyen. Na figyeljetek, akkor el kéne hozni a nagy vetőt, és akkor még mindig benne arra a mód, mert igazából a Challenger az megbirkózik bele, meg igazából mondta, írtátok, gyerekek, ott nem is érek már hozzá, akkor miért nem akartok elmenni? Mit akartam? Írtátok, hogy természetes, hogy te nem visz. Hol van hol a vetőgépem? Hol van? Ja, ott. Természetes, hogy nem viszi el a, itt tudom én, a legnagyobb vetőt, az IH, mert igazából ide jó nagy súlyú, jó nagy tiprakerekes, nagy dögállat traktor kell, és az már viszi. Igaz, hogy emelkedőnek nem viszi nyílen, de hát most figyeljetek, ennyi erővel akkor most mi akármilyen emelkedőn elvárjuk tőle, hogy vigyen nyílen? Nem. Hát, ez így de várjatok, figyeljetek, itt az a szitu, hogy azra gondolt a képer, hogy ezt itt fogom, azt elviszem oda. Gyerekek, az összecsúkásának nincs elég hidraulikus nyomásunk. Oldalanként szépen csukingatja össze. De hát egyébként nem is kellett volna összecsukni, most már kezdem szétnyitni. Bár így valószínűleg, hogy a surlódási együtthatónk az kevesebb, mivel kevesebb kerék ér le a földre. Na, ide akarok beállni vele, érted?
Ja, és ebben ugyan nincs lakdaposás mód, ez tényleg egy ilyen jellegű sorozat. Igen, repcét nyomjuk, itt meg akkor szépen okosba egy kicsit én belehúzok, ugye, hogy ne legyen közterelés, azt megindítom arra visszafele, aztán figyeljetek, hogyha újra kultiválja, meg leveti azt a részt, az nem a legnagyobb baráti dolog, de hát most mi a rossz sebet csinálja. Jó. Egyébként ezt várjál, ezt úgy kell csinálni, hogy be kell indítani mind a kettőt, ugye? Az volt. Nem kell, nem tudom, de ezelőtt akkor valamit elnézett a keeper. Ezt most szándékosan csinálom, úgyhogy ne lepődjetek meg. Gépi munkás, adjál neki. Aztán jó van, figyeljetek, 11-12-ben húzza, és már fölfele megyünk, úgyhogy mondjuk lehet, hogy itt még lefele megyünk. Viszont gyakran kell javítani a gépeket, mert ugye itt, hogyha elveszíted a mondjuk a sebességetnek a felét, akkor azért ekkora földnél azért már érezhető a dolog. Na viszont 100%-on van nekünk itt már a kombányunk, és pont a legtávolabb, pont a gyerekek, ennél távolabb már nem lehetne. Menjünk, adjuk neki. Egyébként a sorskártyákat nem akarom elmelengedni, csak a csomóan írtátok, hogy ne adjuk is a csomóskártyát, mert igazából tök fölösleges, meg nem nagyon ad ez a sorozat hozzá semmit. Hát, valahol igazatok van, de én valahogy nem szeretném elengedni. Itt is ritkítani kell, oda nézni, várj, ezt ki is vágom, mert ami... Gyerekek, hallod, ez az ilyen gyorsan megtelt ez a kombány. Itt van például, lássátok testvérek, itt vannak már megint ezek a föld alatti bakrok, aztán ettől megvadul a keeper ellenre. Azt sem tudom, hogy hogyan álljak, hogy vágja ki. Na ugye ezek nagyon szívások, ezek a föld alatti bokrok, úgyhogy ezeket csapjátok ki, lumberjack módot rakjátok fel, aztán adjatok az egésznek. Ne szarakodjatok vele, mert csak szívtok vele. Előbb-utóbb úgyis ki fogjátok vágni, inkább vág ki, előbb azt kevesebbet szívsz. Egyébként ezt megtanultam, mert halogatom, jó van, jó néz ki, maradjon a föld végén. Még kicsi gépekkel dolgozok, még annyira nem zavaró, meg mit tudom én, azt odáig eljutsz, hogy már tök idegesítő, már 20-szor felhúz, és akkor tök későn vágod ki, aztán, hogyha kivágnád a legelején, akkor meg nem idegesíted, érted? Mit tudom, órákon keresztül. Úgyhogy ezt csapjátok ki a transzba ezeket. Tudom, értem, oké, készítőket értem, hogy azért adták be autentikus, tényleg legyen ilyen checkmatch. Ezt a checkmetet mondom, gondolom, biztos nem tudja senki, miről beszélek, csak néhány, a zalaiak azok tudják. Na, adjál neki, Sanyi, ez a cross egyébként tökéletes. Valaki jó páran írtátok, hogy jaj, nem, eladtad az ifát. Oda nézzi, mekkora föld ez, hallod, ez végigment itt, öcsém, az megtellett. Hallod, itt ilyenkor látod meg, hogy mekkora földek ezek, az meg megfordult, hallod, az a nagy, rohadt nagy vetővel a végén. És pedig itt nincs kipucolva. Hallott, hadd nézzek már rá, hogy ja, hát igen. Igen, azért vannak bajok. Hát igen. Ja, hát azt majd megcsinálom én, gyerekek. No probléma, jó lesz ez. Viszont ugye hát hatalmas tartályunk van. Ugye hát nem véletlenül vonszolunk egy ekkora szíres kocsit magunk után. Jó, ez még éppen belefért. Egyébként szerintem ilyen lottávolságon kívülre ez. Azt hiszem, hogy van olyan mod, hogy akármilyen messze mész, nem kapcsolnak le a gépek. Valamiért nem akarom azt használni, én érzem, hogy akkor az összes gép menne a mapon nekem folyamatosan. Így legalább, hogyha eltávolodok az egyik farm részemtől, vagy a csirketeleptől, vagy akármi, akkor az van, hogy itt is igen, itt is... Na mi van? Gyerekek, a Vesbe 100 hektárt, az már múltkor is volt, nem? Vagy a Raste 100 hektár volt? Mi a szar? Nem volt ez? Na jó, ez itt aratgasson, mi meg elvisszük gyorsan, meg ugye ki kéne rakni a vetőgépeket a másik földre is. De erre vagyok kíváncsi, amikor itt összeér, akkor mit fog csinálni, hogy mondjuk meg is állíthatnám. Csak az a baj, eköv innen mindenképp oda szára. Na, mi a szitu, gyerekek? Úristen, valahol? Még meglepődök, hogy ebbe az ideál 9T-be mennyi ideje van, mennyi belefér. Vagy idol? Idol talán inkább, nem? Nem ideálra. Hogy idol, nem az idol lenne, ideál, nem tudom mi az ideál. Ideál, odaáll, na, menjünk. El is viszem, mert van 46 ezer liter. Hát ez mondjuk még biztos nem fog be, hogy gyerekek mekkora főnek ezek, hallod? Itt azért, Jézus úristen, hallod, hogy belegondolok, hogy azért csak a földekből mennyi pénz fog lejönni?
Itt ugye meg akarom venni az összeset, ebben a részben nem, de szerintem a következő részben meg fogjuk venni itt az összes basz... nagyon nagy földet! úgyhogy tényleg az összes nagy földet, itt is ugye fölötte van ez a baromi nagy, itt, ide viszont mindenképpen kell nekem majd egy híd. Ugye itt azt hiszem, hogy abszolút nincs is híd ezen a részen. Jó, gyerekek, vigyázzál már. Igen, ezen a részen abszolút nincs híd, hogy ilyen mara nagy kerülővel tudná csak rámenni erre a földre. Úgyhogy itt ezt összekötjük majd ezzel, meg mindent itt megveszünk. Úristen, gyerekek! Annyi zsetorunk lesz, hallod, egy ilyen aratás kombóba. Hát legalább egy 4 vagy 6 darab combine köl, meg 2 cross, meg 2. Ez a kocsi egyébként tetszik. Ez a kocsi tetszik. Szerintem átrakó kocsi igazából nagy szükségem nincs rá, mert úgyis nagy silóba fogom hordani, meg minden. Egyébként nézzétek, hogy itt át tudnék menni. Itt ez nagyon vacilálok ezen, hogy itt balra, ugye, itt volt egy földes út, és ott át tudtam menni. Bár aztán tök hülyeség átmennem, itt igen, itt tudnék átmenni. Mert hát úgyis az elejébe akarom vinni olyan silóba, az meg onnan. Jó, gyerekek, igen, egyébként a csirketelep környékén lagoltat. Megmondom őszintén, hogy valószínű, hogy nem is csak az, hogy van a csirketelep, hanem 80 valahány darab raklap, ugye, fizikáját kell számolni a gépnek, a járművekről nem is beszélve, szóval... Hát ez egy kicsit behimbálózott, és a kriptonit tábla egyébként egy nagyon jó ötletet írtatok, és bele fogok rakni egy olyan sorskártyát. Írta egy srác, hogy csináld azt, hogy a tesók megjelentek a faluba, aztán alumíniumot gyűjtöttek, így eltűnhetetek 3 darab táblát, és én választom ki. Úgyhogy a kriptonit táblák igaz, hogy nagyon icipici esélye, de így megszüntethetőek lennének. És már 40%-on van, gyerekek, a ideje. Már 40%-on van, viszont a idejére rá akartam nézni. Jó van, oké, végighúzza, mindegy. Mindegy, végighúzza, nem zavar. Gyerekek. Figyeljetek most, hogyha most én átrakom oda, az még több időbe telik meg. Pénz sem érdekel annyira. Jó, hát persze érdekel, de most annyira nem kegyének öl érted most. Elég jó megindultunk, mint a tavaszi virágok. Itt is el kéne vindítani vetőket ezerre, csak itt még mindig bele vagyok bonyolódva. Valaki írta, hogy túl közel raktam ezeket egymáshoz. Én megmondom őszintén, nem hiszem, hogy amiatt nem akar működni rá normálisan. Ugye nincsen N betű. Csomóan írtátok, hogy nyomjam az N, nincs N betű azon a... Nem tudom miért nincs azon a vetőn. Viszont ugye valaki írta, hogy valószínűleg valami mod fog bezavarni nekem, mert ő neki van N betű. Úgyhogy az... Ujj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 
basszus, ugye üresbe húzzuk, aztán a nagy sebességgel megcsúszott a hátulja. Terheletlenül ugye jobban csúsztak mindenképpen. Gondolom láttatok már kamiont bebicskázni hóba. Dombon fölfele, amikor jó jeges az út, sokkal jobban bebicskáznak, sokkal könnyebben csúsznak meg, hogyha üresek, mert ugye a félpont kocsinál ugye ezekre a kettő kerékre, vagy valahol egyre természetesen, de ugye a gyerek szerkezet alatti kerékre terhez, ugye hogyha rakottan vagy. Ha üresen vagy, akkor meg nem terhez rá, és konkrétan akkor ugye nincs súlya a hajtott keréken, és ez nem egy baráti dolog tud lenni egy nyerges vontatónál. Mert ugye, hogyha van rajta súly, akkor ugye van nyomás, és a nyomás az mit okoz? Súrlórást okoz és tapadást. Bármi meglepő is, minél nagyobb súly van rajta, annál nagyobb a tapadásunk. Az, hogy ugye nem tudja elhúzni nagy súlya, ott más dolgok játszanak, más fizikai törvények játszanak szerepelt. Mert ugye a súrlódás, ez ugye a nyomás mértéke is függ, meg ugye a felület is. Szóval ilyen dolgok játszanak. Oda nézzetek, gyerekek, mekkora főrezte, Isten! Most leüritek, most ugye egyelőre nem kellek itt valószínűleg. Elmegyünk a csirketelephez, azt ott is elkezdem elindítani a vetést. Hát ott ugye búzát, mindenképpen búzát vetünk, de hát itt annyi lejön róla, hogy nyírre tudom rakni, hál' Isten a csirkeólakat, hogy tök jól vettük meg ezt a földet. De erről a földről mennyi beteg sok jön le. Na, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10,
9-8-7-6-5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 
a vetőre itt azért. Ugye hát itt még csak egy vető dolgozik, úgyhogy annyira nem gyors, hát azért... Ja, azért... Igen, igen, itt öttel tudja felhúzni, de hát jó van gyerekek, annyi baj legyen. Azért az a Reamur meg nekem azért tetszik. Jó, van egy kis sleepünk, meg ugye a motorteljesítmény azért kezd lefogyni, figyelj, de hát most... valószínűleg egy síkságon ugye tök jó húzna. Jó, nincsen semmi probléma, gyerekek, meg hagyj, nem hagy közt a csíkot. Izére voltam kíváncsi a permetezés témára. Nem, fölösleges dolgokat növekszik, igen, az jó. Meg a izére vagyok kíváncsi, mit akartam? Ja, itt... Gyom, igen, gyomosodik sajnos, össze kell hoznom majd a kettőt, mert különben nem fogom tudni trágyázni. De viszont várjátok, mondtátok, hogy tudnám trágyázni, mert ugye úgy működik, hogyha egy egész másfajta fajta típusú trágyát használok, tehát a folyékony trágyát használnék, akkor egyből tudnám például most vető után küldeni, mert ő például ugye szilárd műtrágyát használ, de a folyékony műtrágyásat tudnám rá küldeni. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, mindenképpen folyékony műtrágyába fogunk ezután gondolkozni, mert ugye mindjárt utolom, hogy mibe gondolkozik a Keeper, meg lehet, hogy meg is veszük, gyerekek. Növényvédelem, és ezekbe gondolkozik a Keeper. Ez mennyi, milyen szélesség? 27 méter, ez meg 48, hát igen, ebbe gondolkozik a Keeper. Ilyenekbe gondolkozok, és akkor ugye ővel tudom a folyékony műtrágyát is kijuttatni a talajra, meg a permetszert is. És 48 méter, gyerek, tudod mennyi 48 méter? Hallod? Azt mind a kettő csiki, érted? Mint amit húzunk, annak a duplája körülbelül. Úgyhogy eléggé gyorsan le fogjuk rántani vele. De sok beszédnek sok az alja, úgyhogy dolgozni kéne valamit, nem gyerekek? Menjünk. Rá kell zoomolni, mert különben már nem látszak dolgok. Ja, azt mondjátok, hogy itt akkor ez. Úristen, itt öcsém olyan lag van. Viszont a kombájnokat meg... Ja, kombájnok sincsenek, lehet, hogy leürítve. Úristen, gyerekek! Hallod, sört, itt meg búza, meg minden, meg ki kéne hordani a csirkéknek a dolgokat. Jaj! Viszont nagyon élem, hogy így pörögni kell, én azt nekem tök tetszik. Teljesen más, teljesen át kell lényegülnem a Farming Simulator 22-t. Ből ide, az meg pont ellentéte ennek a gameplay stílusnak. Ez full a legdurvább ellentéte a kettő. Legdurvább ellentéte. Ennél durvább végletek nem lehetnének. Egyébként olyan lag van gyerekek mindig, hogy az őrület oda nézve. Itt így mentek is egyet, mert itt mindig parázok egyébként, hogy kifagy. És valószínű, hogy a nagyon sok láda, úgyhogy ládákból lehet, hogy fogok eladni, vagyis palettákból, hogy ne a... Én nem tudtam, mi zúg. Hát mindig jön az airdrop. Itt olyan FPS dropunk van, hogy az őrület. Na! Viszont ugye itt erről beszéltünk, hogy akkor itt ez a mit tudunk csinálni, ugye? Hogy itt ez, mert nézzétek meg, hogy a Keepernek nincsen izéje, nincsen ennye. És ez probléma, nem tudom kinyitni. Azt is írtátok, hogy ugye valamelyik vetőkör, izével nyitom, de ennél nem gyerekek, mert ugye most a izét állítom, a három pontos csatolót állítom, a rá vagyok várva pedig, nincsen, abszolút nem tud semmit csinálni. Ó, nem, most majdnem belekeveredtem, mert ugye az X az másfajta vetőgép kinyitása. Hát sajnos gyerekek, ez egy ilyen problémás dolog. Ne, ki nyomtam, hogy vissza! Azért nyomtam! Ez igen, kinyitott a vége. Egyébként milyen pici ez a vető, mi? Mondjuk vehetném azt a nagy vetőt. Egyébként, hogyha vennék egy olyan nagy vetőt, akkor elég lenne egy belőle, nem? Csak azt mi a szarra húzom el? Akkor megint kell egy Challenger. Mert egyébként belegondolva... Erre a területre is lenne, jó lenne egy olyan vetőgép, nem? Gyerekek! Hát csak megfordul vele, hallok! Mit szólnátok?
Na ugye akkor kevesebb gép is lenne, igazából minden szempontból jobb lenne, szerintem, nem? Miért nem nyílik ki? Engem az is baromira érdekel, de komolyan mondom, most tényleg azt fogok csinálni, hogy megpróbálunk, veszünk ide is egy Challengert, és veszünk egy olyan extra nagy dögöt. Nem? Hát figyelj, az mekkora áthúz, úristen, hallod? Meg akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy azokat is eladnám. És akkor vennénk egy olyan permetezőt. Mindig azt mondtátok, hogy azt csináljam, meg akkor csináljam azt, hogy folyik, hogy műtrágy, azt akkor nem kell szarakodnom. Lehet, hogy igazatok van. Lehet, hogy sok ez is az egész, ugye? Hát megint idejönni kellene, megint reformálni kellene a dolgokat, és lehet, hogy tök igazatok van. Komolyan mondom most, érzem, hogy lehet, hogy jó pop holtig tanul, lehet, hogy azt kéne csinálni, gyerekek. Nem tudom, vissza kéne állgatni mindent. Úgyhogy azt csináljuk, gyerekek, reformálunk. Visszaállítás. Oké. Nem pakolom ki a vetőket, ott rohadjanak meg. Visszaállítás, eladjuk a kondort, eladjuk az összes gépet, veszünk egy olyan permetezőt, és akkor mindjárt egy kicsit még jobban lefaragjuk a dolgokat. Viszont egy tök fölösleges, nem? Akkor nem kell műtrágyáz, akkor elég lenne, ugye elég lenne egy barónagy vető challengerrel, elég lenne meg egy olyan olyan permetező csoda, egy olyan holdjáró. Ahogy gyerekek, hallod? Itt a hülye képer már megint itt újra gondolt minden. Ugye tök jó lenne, mert kevesebb munkás dolgozik, minden szempontból jobb lenne. Viszont meg kell nézni a melósaimat, hogy hogy állnak, 78%-on van, úgyhogy bocs, de vissza kell mennem, mert ott meg zajlik az aratás az erre. És nézed meg, hallod, ennyit ment. Ennyit ment az aratás, annyit, még ott van akkor a főreszt, még mindig ideje van, már megint megtellett, hallod. Borzalom, gyerekek, hova rakom ezt a sok gabonát? Most képzeljétek, és az azt hiszem, hogy ez nincs, ez gyomos. Ez nincs azt hiszem, trágyázza se, meg semmi, várjál, mindjárt megmondom, hallod? Megtrágyázva nulla, gyomosnak nem gyomos, de megtrágyázva nulla, gyerekek. Úgyhogy ezt még, hogyha megcsinálom még jobban, annyi cucc fog lejönni róla, hogy az őrület. Na, ezt ürítsek ki, hogy ne legyen rá gondunk, ezt lejárunk oldalra, aztán reformáljuk akkor, megpróbálunk oda is egy nagy dögöt, meg kéne nézni, Repce műtrágya, egyébként abban meg olyan sokfér imádom azt a gépet. És megy 12-vel, mindjárt ránézek, hogy hol tartunk. Csak itt meg ugye közbe kellene csinálni a dolgokat, várja. Hát itt még van annyi árpa, nem bírom elordani. Ez biztos, hogy még nem fog beleférni még egy kocsiba se. Úgyhogy itt gyerekek. Ezzel, hogy azt így vettem, meg ekkora földön már tök megéri basszus így megvenni, érted, hogy rajd van a cucc. Mert egy kicsi földön ott még annyira nem, mert most nyelsz 10 000-et, mondjuk pénzbe lenne, de itt azért nagyon megéri. Na, mit akartunk csinálni, gyerekek? Rá akartam nézni a vetőre. Ő visszafordult? Ez most komoly? Mi? Azt hittem most tolatom, akkor megőrülök, mondom. Ez most visszafordul, vagy pedig vet? Ez föld szélébe visszafordult? Úgy gondolta, hogy ott az mégse a miénk? Mindjárt rá kell néznem, bocs gyerekek. Elfutok, aztán akkor az a baj, akkor át kell raknom. De érdekes, miért fordult vissza? Vagy pedig nem jól láttam valamit? Nem jó volt bekapcsolva. Nem fordult ez vissza, ez végigment. Valami milyen van bekapcsolva nekem itt. Az a méz kell hozzá a téma, megzavar. Aha, jó van. Ó, hogy pattant le? Jó, hát ez igazából vissza fog ideig jönni. Itt valószínűleg meg fog állni, át kell raknom, itt lehúzza. Mondjuk itt, gyerekek, itt ezt újra, az a baj, újra kultiválja, érted? Hát, pont nem a legjobb. Aztán utána át kell raknom ide. Jó. Van hátránya is egyébként ennek, hogy ilyen nagy. Mert ugye fölöslegesen fog újra kultiválni egy csomó részt. Mert amúgy nem tudom kinyitni időszakosan, mert valamelyik nagyvetők tudják azt, hogy ugye nem teljesen nyitott ki. Mármint a valóságban. Azt láttam olyat, az biztos vagyok benne. Viszont nekünk itt egy csomó dolgunk van, úgyhogy ne húzzuk már az időt.
Gyerekek, eladjuk a gépeket. Ma megint a Keeper, ma megint mit csinálta a Keeper? Hát jó, jó, jó vagy. Megvettél egy csomó gépet, most meg megint eladod. A gyerekek, muszáj lesz. Muszáj lesz. Jó pap holtig tanul. Végre, egy csomóan szerintem azt mondjátok, hogy jaj, Istenem, végre megtörtént az esemény. Olyan hülye volt a Keeper. És ez miért nem akkor? Ja, mert a másik volt. Mert egyébként ezekkel a GCB-kkel nagyon sokan nem voltatok kibékülve. Itt izé volt mindig, itt Harakiri nagyon sok részen keresztül, hogy adjam el, mert nem autentikus, meg tök hülyeség, meg hogy az elején. Műtrályát szórok a másik vége. Nagyon jónak tűnt ugye, mert ugyanakkor a szélességbe dolgoznak, mondom, hát ezzel megfogtuk az Isten lábát, ez közben meg annyira nem. Ugye gyerekek? Na, itt aztán mondjuk azt jönnek ám be a pénzek, majd mindjárt meglássátok. Egyébként azt hiszem, hogyha... mindjárt várjátok, eladás. Hogyha így adom el, akkor azt hiszem, hogy... Nem tudom, mert... Ja nem, csak pótkocsiba. Mármint ilyen, hogyha benne a gabona, akkor számolja, ugye? Ilyenből nem számol. Na, mennyi pénzünk jött? Már 521 ezrünk van, ugye? Igazából... Akkor ezeket kell megvenni, amiket. Itt ugye még drágaságok vannak, a kirovecek nem drágák, viszont ezek a vetők, ezek rohadt drágák, szóval itt azért mindjárt jön ám be végpénz. Meg ugye most, hogyha pörgetnék egy időt, mármint úgy, hogy nem vetem el ezt a földet, amelyikre vesszük ezeket a cuccokat, akkor ugye még lenne egy csomó pénz a Keepernek, mert ugye most a másik helyről hordtunk be tojást, szóval. Szóval, ja, úgyhogy a pénztermelés az nem áll meg, szóval van bőven eladás, jó. Eladás, 30 ezer, eladás. Hát itt ezek jó drága dolgok voltak ám még. 738 ezerünk van, az a lényeg, hogy akkor egy vető, egy challenger, meg majd egy permetező. De a permetező oda is kell! Úristen, gyerekek, vannak bajok. Bajok lesznek itt. Lehet, hogy inkább a permetezőt kellene megvenni oda először. Mert az lesz a gond, hogyha ide megveszek mindent, nem lesz oda permetező, és ezt a földet, amit csinálok ugye, repcél, azt nem fogom tudni eladni, gyerekek. Hol vagyok? Igen, 187 ezer, úgyhogy ez nem rossz. Hát ez meg 64 ezer, hát ez egy gyűrölővé, már meg van 1 millió. És ezt megint kihangsúlyozom, vagy hangsúlyozom, ezt nem azért adjuk el, mert kenyérre kell, nem a pénz miatt adom el, hanem azért, mert jobbat, nagyobbat, hatékonyabbat kell vennünk. Jó, srácok, akkor ez tényleg, ez... Nehogy az legyen, hogy jaj, mert eladod, mert izé, mert pénz kell, meg izé, nem. Nem azért adom el, hanem azért, mert fejlesztő. Fejlesztés projekt megy erre. Oké, srácok. Akkor számoljunk. Mindenképpen először kellene vennem egy permetezőt oda alulra, ugye? Mert különben cseszhetem az egészet, hogyha az nem lesz nekem. Viszont itt várjál, még a telepen is ám el kell adnom valamit. Ugye, ugrás erre a helyre. Amit el kell adnom, ugye akkor a szilárd műtrágya innen, ugye? Innen el kell adnom a szilárd műtrágyát. A mag meg a szilárd műtrágya ott marad. Innen kell eladnom. Sőt, innen, ja, a szilárd műtrágyát el kell adnom, úgyhogy az, bocsánat gyerekek, de ezt is el kell adni. Mert ide nem köll akkor egy ilyen, ugye? Az hol van? Gyerekek, tudjátok, annyi raklap van? 80 valamennyi, hallod? Nem fagytunk el? Mindig azt hiszem, kifagyunk. Kis vagytunk. Nem, baze, hallod? Addig felpörgetni, érted, hogy azt hiszed, hogy kifagytál. Na, szír, szolid. És akkor ez mehet a levesbe, mert ide akkor nem kell, ugye? Mert ugye csak a vetőt, na, mindig azt hiszem, kifagyunk. Csak a vetőt kell tölteni. Ugye itt fog helyet foglalni az a nagy dög, meg a cseli. Itt meg akkor ide kell nekünk egy... hol vagy? Solid. Seed. Stevia vagyok?
Jaj, de hülye vagyok, hát nem itt kövernem, baza. Mondom, mi van? Hogy vagyok? Hogy vagyok? Egyéb. Mindjárt. Na, nekünk akkor kellett likvid. Ilyen. És egy kicsit távolabb rakom, mert mondtátok, hogy lehet, hogy az befolyásolja. Oké. Okay. És akkor megvan nekünk mindenünk, van permet, meg van ugye, folyik, hogy műtrágya. Jó. G-segítő magtára meg megtett. Úristen, gyerekek. Komolyan van. És még mindig nézd meg, mennyi van, még felénél van. Vadulsz meg! Keeper. Jó. Mondjuk, hát nem tudom, ebben valószínűleg nem fog beleférni, de talán maximum elugrunk a izével is még. És használjuk a follow me módot, majd elugrunk a másik crosszal, abban ugye fél 18 ezer. Próbáljuk meg itt tartani, de az legyen, hogy 6-szor kelljebb mennem, hanem akkor csak egyszer. Jó, viszont ez tök jó, hogy így le lett taratva. A főnek szélén majd a keeper leszedi. Nem tudom, mikor kezdtem ezt a videót, gyerekek, az a baj. Na most mit csináltam? Most miért nem akar tolatni? Mit csináltam? Ez valami olyan furcsa dolog történik, hallod? Ez mi? Mi trunk minden disznó, hallod? Hátrafelé. Érdekes volt. Ez érdekes egy szituáció volt, hogy ez trunk minden ők. Nem tudom, hogy miért. Ez mi van ezzel? Bár által mind a gerej, vagy mi franc van, gyerekek? Ez furcsa dolog történik. Azt például nem tudok tolatni vele, de nem értem, hogy why? Mindenki akartam állni tolatni, mint az őrült, azt nem engedte. Úgy rúgott a kerék, mondjuk ilyen lejtő van, vagy mi a szarér? Előre meg fölmenne. Nem tudom, hogy mi volt ez, de jó van. Oké, akkor itt még elkiindítom, csinálja szépen a dolgot, mi meg akkor, mindjárt átgondoljuk, 1,2 millióban. Hát mindenképpen kell nekünk egy permetező ide. Ide mindenképp kell egy permetező, itt meg a várjál már, itt van bajok, gyerekek. Ez, igen, aha, gondoltam. Gondoltam, hogy a fákkal lesz baj a gyerekek, úgyhogy itt gondoltam, na erről beszéltem, ugye. Hiába gépe fér, de hogyha ha ide nem fér el ugye a vető, akkor cseszheted az egészet. Bár azt hiszem, hogy akkor nem von le, ugye, hogyha túllóg erre, akkor nem von le vetőmagot. Jó, el is indítom, aztán még, vissza végig megyek ám rajt mindjárt, azt akkor végig tud jönni. Így jó egyébként, így jó. Cserit indítsuk el. Egyébként elég hülyén indul el, először előre gurul. Jó, ugye most már így végig tud menni, nem számít, hogyha túllóg egy picit, hát eléggé csúfosan megy úgy. Jó lenne ugye, hogy föl tudná nyitni még azt a részét. Gyorsan végigfutok, hát gyerekek, ezeket mind meg kell csinálni, egyszer megcsinál, utána nem kell. De legalább tudjuk, hogy hogy jön ki, mert igazából ez mindig ugyanígy fog kijönni ez a rész. És igazából arra gondoltam, hogy még egy vetőt veszek, ami így függőlegesen fog indulni majd, és azokat mind ott is fogom hagyni a föld célébe. Ekkora vetőket nem érdemes mozgatni, meg ekkora távolságokat, mert azért olyan túl gyorsak nem vagyunk, és itt is ugye dedikált gépekre lesz szükségünk. Egyébként ez mi? Ja, itt is van egy kapu, aha. Ennek van, három kapuja van ennek a létesítménynek. Jósan végig kell futni, mert jön a mögöttünk Gidvar, mindjárt fötipor. Jó. Abban, hogy valószínű nem fog elakadni, itt egyébként meg fog pattanni szerintem, hát nem biztos, de lehet. Úgyhogy majd figyeljünk. Hogy van az MTZ-nk a gyerekek? Itt megnézzük, jó. Itt is végig ki kell szedni ezt a fosort. Mert nekünk ez nagyon nem jó. Na, majd mindjárt megnézzük, nézzük mögöttünk ugye minimap A gépi jármű, valószínű, hogy meg fog állni. Na, most állt meg, igen. Jó. Itt kell átrakni ezen a helyen, és ezt egyébként nem tetszik, mármint az a baj, hogy itt emiatt nem tudod összeszántani, meg igazából a gép se akar tovább menni, ezt itt ez jó szívás. Igazából annyi kellene, hogy itt végigmegy, csak ugye pont addig pont a gép neki koppan a, ennek a szántatlan földnek, területnek,
amit ugye én nem tudok felszántani, de ugye itt már ugye indíthatom tovább. Úgyhogy ez egy eléggé szar, hogy ott van az a kis félsziget, az a kis gyöppös félsziget, tehát ez van. Megköszönni, gyerekek. Jó. Mi a szitu? Igen, tudom, el kell indítanom a kombányt, tudom, csak gyorsan fölfutok. Ugye ezeket nem kell még egyszer megcsinálni, jó lesz nekünk. És valószínű, hogy lassan kéne búcsúznom, mert itt már minden is van. Ugye megveszik azt a nagy izét, dögöt. A felső földre akkor meg ugye, lehet, hogy nem tudunk mindent egyszerre megvenni. Úgyhogy a felső földet, a tikokét nem fogjuk most elvetni. Nem fogom tudni lepermetezni, bár aztán attól még eleve elvethetném. Most akkor annyi baj legyen. Meg igazából innen fölvehetném a permetezőt, ha végez. Csak jobb lenne volna, hogyha egyszerre van mi. Látok, itt meg ideje van, ilyen checkmat, van megint. Körülünk. És nem is látod, mi van. Egy. Jön a Challenger! Meneküljön! Itt is van egy ilyen checkmetes rész, jaj de jó! Ugye? Yeah. Nem is látod, hogy hol vágsz, mit vágsz. Jön ám! Hó, megjött! Gyerek, várja! Azért neki bele akart, megőrülök. Elment. Na mi van? Hova menjek, hogy mit csináljak? Mit akarsz? Befejezted a munkát? De jó. Hát mit fejeztél be ellen? Bolond vagy? Jó, ezeket ki kell csapnom. Áááá, gyerekek! Látod? Na muszáj, ekkora gépekhez itt a terület kölle, boré. Na. Megvan ez is, azt átveszem mindjárt, azt orrébb rakom, mert itt úgy látom, hogy tényleg lekockolától. Ez a bolond. Na, mit csináltál, barátom? Vannak itt azért bajok, mi? Jó, látom. Majd a keeper itt megoldja a helyzetet, jó helyetted? Látom, hogy nem nagyon sikerült. Próbálja, legalábbis a keeper. Ekkora vetőt egy Jézus Úristen, hallod? Rendesen félek tőle. Megmegyünk föl dombra? Na, megyünk föl dombra. Mi a szar? Ó, nem ért el! Látod? Nem ért el. Annyira izé volt, annyira ilyen dibbas dombos volt, hogy nem érte el ott. Jó, lehúzzuk erre egyenesbe, aztán utána mindjárt ráfordulok, meg visszajövök, aztán lehúzom azt a részét, amit nem tudtam. Jó, itt meg ugye már mehet tovább a gyerek. Na, felemeljük. Meg felemeltem, jó. Itt még ezt lehúzom, aztán akkor mindjárt odébb rakom. Ó, gyerekek, mondjuk ezt nagyon betörtem. Viszont oda is egy Challenger kell, mert más nem viszi. Egyébként előbb-utóbb lehet, hogy befogok majd a vége fele, most egyébként szenvedjük egyelőre. Mert tudom egyébként, hogy berbraknék ilyen Big Badokat, aztán Budokat, aztán eszántanák még a Orépkuznák, még a templom tornyot is. De hát az, na ez lehet, hogy megint nem fogja elérni, látod? Jó lenne. Ott van egy ilyen hupolag, azt nem érje. Így megpróbáljuk azt, hátha. Ezt akkor nem marad benne. Na, csak azért sikerült, ugye? Itt van egy ilyen nagyobb domb. Lehet, hogy le kéne lapétanom. Nagyon nem akarok hozzá, Gyuri, mert kikapok. Úgy gyerekek, nagyon hosszú a videó szerintem. Aj, de annyira játszhatékom van, megbolondulok. Hülye gyerek, mi? Annyira játszhatékom van, megbolondulok. Fő van emelve, ha egyébként a csoda. Csak olyan nehéz, mint a dög gyerekek. Viszünk kizét. Hallod, 15 tonna repcét. Magot, meg 11 tonna idejét. Műtrágyát, hallod? Csoda vagy idejét, csoda megy a gép még. Na. Indul meg. Csapjad neki, barátom. Itt a szélébe húzzuk, azt akkor meg lesz. És akkor visszafordul, akkor el fog jönni, és akkor le fog pattogni ott már szerintem. Jó van, gyerekek, ezt a idejét nyomot kikapcsolom, azt akkor jobban látni. Hát itt kéne, ugye. Növekedés, látod? Itt már van vedve szépen. Csodálatos. Á, gyerekek, itt megint mi volt ez? Jaj! Vannak azért érdekesség, itt lehet, hogy az a fag, vagy mi történt? Itt miért nem? Miért nem betetted a derék ember? Komolyan mondom, hogy meg tudnálak idejönni. Csauk, vagy jön meg a jóisten. Itt meg, ja? Itt meg, ó, gyerekek, annyi dolgom van, hallod? Nem bírom már. Te hallod? De bírom el egyébként. Nem kell aggódni, ne fétsétek a keepert, minden jól fog
muzsikálni csak egy kicsit most. Most hirtelen összegyűjtek a dolgok, de majd lesz nagy jobb is. Úgy, né. Na, azt mondja, hogy akkor figyelj, ezt a gépet odébb kéne járni vele, mert mindjárt rá, neki koppan a izé. Kombány, amikor gyűjünk visszafelé. Egyébként ezeken a dombokon, főleg, hogy Real Mode ben van, szerintem köll a izé, kombányoknak is a nagy teljesítmény. Azt is írtam valaki, hogy ha minek a nagy teljesítmény a kombánynak, hát azért, mert olyan izé, dombok vannak itt, mint az őrület. Jó, akkor figyelj, ennyi van vissza, vetés megy, itt valószínű bepattog, elmegy egész eddig, utána megküldjük arra, fönt le minden. Amit akkor kellene csinálni, gyerekek, azt mindenképpen meg akarom menni, mert ma megbolondulok, hogy nem vehetem meg. Egy ilyen csoda, egy ilyen hardi féle akármi, 320 lower, jaj, hát az egy csodálatos, gyerekek. 480, hát mit nekem fél millió euró, gyerekek, azt tudjátok, mi 200 millió forint, hallod, több mint 200 millió forint. Ennyire vettük most egy permetezőt, 200 millió forintért, hallod? Azt ez ekkora? Ezt nem is gondoltam volna, mentek egy-egy gyerekek. Na, figyeljetek, aztán szerintem elbúcsúzok, következő videóban várlak benneteket, jók legyetek, szerintem egész jó megy a dolog.